Üdvözlet mindenkinek, itt egy robik1001pmrradio.hu Baofeng UV5R menüjét szeretném bemutatni nektek röviden, és némi nemű funkcióit. Készülék menüjébe, menügombbal, minővéletlen menügombbal tudunk belépni. 40 darab menüről van szó. Leföl nyilakkal tudunk választani a menük között. Az első menüpontunk az az SQL a zajzár, a második az a step a lépésköz. Érdekes, hogy a készülékben van 2,5-ös lépésköz is az összes többi megszokott lépésközzel együtt. Menügomb megnyomásával tudunk visszamenni. A többi menüpontot felfele nyíllal tudunk választani. Itt a kettes menüpontban a teljesítményt tudjuk állítani kicsi és nagy lépésbe. Save menüpont, ez az akkumulátor kimélőnek a menüje. Itt több fajta, négy fajta periódus között tudunk választani, hogy miként induljon el az akkumulátor kimélő, és ki is tudjuk kapcsolni. Ezt ez a használati utasításba le van írva. Akkor a négyes menüpontunk az a Vox, az ötös ugye az a Wide Narrow, az ABR, hát ezt most jelen pillanatban nem tudom, hogy micsoda, TDR, ez a dual figyelés, a TDR-nek van külön dedikált gombja is, az pedig itt van len bal oldalt alul, az pedig a 7-es, a TDR-rel tudjuk bekapcsolni a két VFO közötti folyamatos figyelést. Ha ezt bekapcsoljuk, akkor megjelenik egy S betű a kijelzőn. Ezt most kikapcsoltuk, jobb mondva nem kapcsoltuk ki, tehát ott lehet látni az S betűt felül. Ha kikapcsolom off-ra, menügombbal elmentem, kilépek, nincsen ott. Tehát most csak éppen azt a VFO-t, azt a csatornát figyeli, ahova éppen a prompt áll. Ugye, vagy az alsót, vagy a felsőt figyeli. Akkor menjünk tovább. Beep, ez a billentyűzet hangok kibe kapcsolására szolgál. Tot ugye adásidőkorlát. RDC, ez a vételi DC kód beállítása. RCTCSS, ez ugye a vételi CTCSS kódok beállítása szolgál. A TDC, ez az adás oldali DC kód. A TCTCSS, ez pedig az adás oldali CTCSS kód beállítására szolgál. Ugyanúgy menübe belépünk, és leföl nyíllal tudjuk választani ki, vagy bekapcsolni a menü funkciót, természetesen elmenteni. A menügomb megnyomásával tudjuk, ilyenkor felugrik a prompt. Voice, ez ugye az angol hang, vagy kínai hang bemondásra szolgál. Ezt ugye be tudjuk kapcsolni. Már mondja is, hogy hol vagyunk, és mit csinálunk. Ezt kikapcsoljuk, ne gagyorogjon itten nekünk. Ez az AnyID, ez ugye az AnyCode beállítását szolgálja, amit el tud küldeni a készülék az adás elején, vagy adás végén. Másik fontos dolog, hogy megjegyzi a menüpontot, hogy éppen hol álltunk a menübe a rádió, úgyhogy nem kell az elejéről kezdeni, mint mondjuk a sima UV3R-nél, vagy a plusznál. A DTMF settings, itt különböző DTMF beállításokat tudunk elvégezni, ez is a használati utasításban van leírva, hogy mi micsoda, tehát itt is többfajta beállítást tudunk elvégezni. S-code, ez is az AnyCode-hoz és a DTMF-hez tartozik. Itt a 18-as menüpont is. PTTID, ez hogy elküldje az adásindítás elején a kódot. Ez is ehhez tartozik. A 21-es menüpont az MDFA. Itt tudjuk beállítani, hogy a frekvencia, vagy a csatornaszám, vagy a név jelenjen meg, hogyha elneveztük a memória tartalmunkat. Ez volt az előbb az A VFO, a felső, itt pedig a B VFO. Tehát külön-külön tudjuk beállítani a VFO-knak a megjelenítését. BCL,
autólok, ugye az automata billentyűzár, SFD offset, ugye az az SFD elviekben az átjátszóknak a beállítására szolgál, tehát hogy merre toljuk el a frekvenciát egy átjátszó használatánál. Az offset ugye, hogy mennyivel toljuk el a frekvenciát. Ez a memóriamentésre szolgáló menüpont, itt tudjuk beállítani, hogy melyik memória címre szeretnénk menteni. Itt tudunk törölni egy memória címet. Itt be lehet állítani, hogy standby-ba hol legyen mi legyen a kijelzőnek a fényereje, mondva a színe. Tehát itt ki tudjuk kapcsolni, tudunk választani kék, tudunk választani narancs, és ez a lila szín között. Úgy ugyanúgy be tudjuk állítani, hogy vételben milyen színű legyen a LED, és be tudjuk állítani, hogy adás közben milyen színű legyen a LED. Hát én most vissza fogom állítani narancsra. Nekem az valahogy jobban bejön. Jó, akkor ezt... Van egy álmód menüpontunk. Itt a csatornát tudjuk beállítani, hogy éppen milyen legyen, UHF vagy VHF, de ezt külön van rá gombunk, a band gombbal tudjuk még a menün kívül elvégezni, hogy mi legyen. Tehát a band gomb megnyomásával, vagy bemegyünk a menübe és ott nyomkodjuk a gombot. TDR beállítás, STE, RFST, itt még van, amiről tudom micsoda, azt úgyis mondani fogom. Ez ugye a bekapcsolásra szolgál, hogy bekapcsoláskor milyen üzenet jelenjen meg, teljes kijelző, vagy pedig valami általunk beállított menüpont. 39-es Roger Beep, ezt ugye a PTT megnyomása után, hogyha elengedjük a PTT-t, akkor legyen valami Roger Beep hangunk. 40-es menüpont pedig a reset. Hogyha teljesen törölni szeretnénk a rádiót, akkor van rá lehetőségünk, hogy csak a VFO beállításokat, vagy teljesen az összes memória címet elmentsünk. Nem akarunk mi ilyen elvégezni, úgyhogy kilépünk innen. Ez volt a 40 menüpont. Alaposan át kell nézni, és meg kell nézni a használatit, hogy mi mit állít, mert rengeteg mindent lehet bent elállítani, hogyha ha valaki esetlegesen nem ért hozzá. Ahogy megismerkedem a rádióval, majd úgy még többet fogok róla tudni mondani. Egyelőre ennyi. Volt egy Robik 1001 és pmrádió.hu. Sziasztok!